Mondanám a receptet, hogy hogyan tudnak teljesen legálisan akár sok százmillió forintot kapni a költségvetésből, elképesztően laza elszámolási fegyelem mellett. Csináljanak egy pártot, ha 27 helyen tudnak képviselőt állítani, akkor kapnak 177 millió forintot, de ha minden körzetben sikerül, akkor több mint 700 millió forintot kapnak. Aztán innentől kezdve akkorát ütnek a hasukra, amekkorát akarnak, bármit, bármennyiet elszámoltathatnak. Mint mindjárt látják, az ügyészség nem is igazán foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Természetesen pofátlannak kell mindez lenni, de aki ilyen kamupártot csinál, az bizony az. Jövőre is biztos sokan lesznek, mert a 2014-es választás kamupártjai az égvilágon semmilyen elmarasztalást nem kaptak. ...2014-ben a pártok túlzott költése ellen szólt Seres Máriának ez az akciója. A nagy pártokat számon kérte, de saját pártjával szemben már nem volt ennyire kritikus. Az állami számvevőszék kifogásolta, hogy nem tudni, mire költötték a kampánypénzeket, de közel sem az SMS párt volt a leggyanúsabban költekező. 6 törpe párt esetében indult nyomozás, de hiába tűnt el 630 millió forint, és a 2 milliárd forintra rúgó választási bírságoknak hiába alig 2%-át sikerült behajtani. Ezzel a mai napig nem kellett elszámolniuk a kamupártoknak, sőt, sok esetben a nyomozást is lezárták, mindenfajta következmény nélkül. Új Magyarország, új dimenzió, együtt 2014, összefogás, meg annyi új párt indult 2014-ben a választásokon, nem egy szándékosan megtévesztő névvel. Nem szeretnék depressziósan kezdeni minden hetet. Én boldogabb hétfőket kívánok mindenkinek. Ezért szavazok az Együtt 2014-re. Az Együtt 2014-nek nem csak a neve, de még a logója is szinte teljesen ugyanúgy néz ki, mint a Szigetvári Viktor és Juhász Péter vezette együtté. Mivel az ügyészségi közlemény nem nevesíti, hogy mely pártok elleni nyomozásokat ejtették, megpróbáltuk a pártoktól megtudni. Elsőként Tinner Györgytől, az Együtt 2014 párt vezetőjétől. Benyó Rita vagyok, ATV heti naplójától. Tinner Györggyel beszélek? Sajnos most nem tudunk beszélni. Délután megpróbálja, azt nagyon köszönöm. Tinner György azt kérte, hogy hívjam később, de láthatólag most meg már nem veszi fel a telefonját. Persze attól, hogy ezek a pártok úgy néznek ki és úgy is viselkednek, mint a kamupártok, jó indulattal feltételezhetnénk, hogy nem azok. László Róbert, a Political Capital elemzője azonban eloszlatja ezeket a kétségeket. 14 olyan országos listát állító párt indult el, amelyeknek a támogatottsága mind az 5%-ot nem közelítette meg, de még az 1%-ot sem. És nem végeztek semmiféle aktív politikai tevékenységet. Az európai parlamenti választáson a 14-ből mindösszesen 2 indultak el, az önkormányzati választásokon fél évvel később alig-alig állítottak jelölteket. Tehát ezek egészen nyilvánvalóan nem tényleges pártok, csak azért jöttek létre, hogy 2014 tavaszán hazavihessék a pénzt. Mi egy olyan Magyarországot szeretnénk építeni, amelyben a munka valóban a boldog életet biztosítja. Na de nézzük, mire is vitték haza a pénzt. A Cuslág János által gründolt Új Dimenzió és Új Magyarország pártoknak kifejezetten pofátlanra sikerült az elszámolásuk. És bár két külön pártról van szó, a beszámolójuk kísértetiesen hasonlít. Az Új Dimenzió párt vezetője még 2014-ben nyilatkozott az ATV-nek. Legjobb tudomásunk szerint vissza fogjuk ezt fizetni. A legrosszabb tudomás? Tehát nincs legrosszabb tudomás. Vissza fogjuk fizetni. Nagyon sok pénzt költöttünk a kampányra, kisebb-nagyobb sikerrel, inkább kisebb. Az Új Dimenzió párt egy Rózsa utcai bérház pince szintjére van bejelentve. Ott viszont ez van. Nehéz elképzelni, hogy itt valódi munkát folytatnak. A cím helyett próbálkoztunk a megadott telefonszámon. Egyetlen előfizetőhöz sem. A kísértetiesen hasonló Új Magyarország pártot viszont elértük. Jó helyen, csak rosszkor dolgozom éppen. Mikor hívhatom? Hát, holnap. Ma egész nap nem lehet elérni önt? Ausztriában dolgozok, vendéglátásban, arra ugyan. Á, értem. Működik még a párt, annyit mondjon el. Igen, működik természetesen. És indulni fognak 2018-ban? Holnap várom a hívását, kell, hogy csak valami.
Amíg újra hívjuk Táncsics Pétert, nézzük, mire is költötték el a közel 150 milliós állami támogatást. A pénzt kizárólag a kampány 50 napján lehetett felhasználni. Erre az időszakra, csak utazásra 30 millió forintot számoltak el. Ez azt jelenti, hogy Willy Fognál sokkal a gyorsabbak, ugyanis nemhogy egyszer, de 78-szor lehet megkerülni a Földet 50 nap alatt ennyi pénzből. Sőt, azóta a 24.hu megtudta, hogy olyan autókra számolták el ezeket a pénzeket, amelyeknek még forgalmi engedélyük sem volt. A másik nagy tétel 42 millió forint erre a kampányfilmre ment el. Mayer Dömötör több kampányfilmet forgatott már. A filmes szakembert kértük, nézze meg és elemezze ki a filmet, mennyit is ér az. Ez nem egy broadcast kamera, illetve nem is egy ilyen filmes cinema kamera, úgyhogy valószínű, hogy egy ilyen eszköznek, hogyha egy ilyen napi bérleti díjat nézünk, mondjuk egy ilyen objektív parkkal, akkor is tízezrekről beszélünk. Sem a színhelyesség, sem az editálás többi része nincsen túlzottan rendben, tehát ezt mondhatjuk úgy is, hogy egy ilyen tisztességes, de sufni tuning megoldásnak gondolom. Ezt az egy délutános sztorit mondjuk egy ilyen 500 000 forintra beárazzuk, akkor szerintem ezzel mindenki kellően jól járt, és akkor innentől kezdve mehetünk a milliók irányába, és juthatunk el a teljes lehúzás 10 milliók felé. 42 millióból mit lehet csinálni? 42 millióból fantasztikus felszereléssel, iszonyatosan jó kampány- és reklámfilmeket lehet csinálni. Azért egy komolyabb tévés reklámfilm büdzséje is, ahol nagyon sok szereplő van, ott mennek el egy ilyen 20-30 millió forint nagyságrendjéig. Esélyt kérünk a fiataloknak. Új Magyarország párt, a fiatalok pártja. Szavazz az Új Dimenzió pártra. A tényleg szembeötlően pofátlan pénzórásnak semmilyen következménye nem lett. Sőt, bűncselekmény hiányában a nyomozást is ejtették. Később újra hívtam a megbeszéltek szerint a párt vezetőjét. Gondoltam, miután az ügyészség szerint nincs vaj a fülük mögött, készséggel fog nyilatkozni. Tévedtem. Az ügyészség megszüntette az eljárást önökkel szemben? Megszüntette, és ezzel kapcsolatosan nem szeretnék nyilatkozni. Hát de önök egy párt, akik elindultak a választáson, nyilván a választóknak joga van tudni, így hogy... Van. Tessék fordulni az ügyészséghez, és minden információt megkapnak tőlük. El fognak indulni a 18-as választáson? Nem döntöttünk még róla. Mi határozza meg, hogy indulnak vagy se? A pártnak a közgyűlés. Aha. És annyit még áruljon el, hogy hogy lehet, hogy 30 milliót elbenzineztek? Nem kívánok nyilatkozni, mint mondottam, az eljárással kapcsolatosan. Hát ez nem az eljárással kapcsolatosan van, ez az önök nyílt bevallása alapján van. A büntető eljárással kapcsolatosan, ami jogerősen lezárult, nem kívánok nyilatkozni. Majd legközelebb nyilatkozom. A volt szocialista képviselő Cussák János, aki az Új Dimenziót és az Új Magyarországot is gründolta, szabadulása után a kormány közeli fideszes médiumok sztárja lett azzal, hogy az MSZP ellen tett lejáratú nyilatkozatokat. Hogy lehet Cussák Jánost kifizetni? Hát nem úgy, hogy a zsebébe csúsztatjuk a pénzt, hanem hogy alapítson kamupártokat, úgy hívják, hogy Új Dimenzió párt és Új Magyarország párt, társadalmi támogatottsága nincs, kampánytevékenységet nem végez, ellenben elindít néhány kamu jelöltet, és már is hazavitte a több száz millió forintot. László Róbert, a Political Capital vezetője szerint a többi kispárt is jól jött a Fidesznek. Például a vasárnapi boltzár népszavazást a kamu pártok kamu kérdéseivel lehetett több hónapig halogatni. Ahhoz, hogy az állami pénzekhez hozzájusson egy párt, a jelöltjeinek megfelelő számú aláírást kell gyűjteni. Ezért a törpepártok mindent meg is tettek. Ez a videó azt mutatja be, hogy csaltak az aláírás gyűjtőívekkel. Adták, vették egymás közt az aláírásokat a pártok. Cigány vagyok, a cigány pártra szavazok. Gyere, tessél az MCP-nek szavazok. Hermann György a cigánypártnak gyűjtött aláírásokat. Őt is rá akarták venni, hogy másoljon. Gyanítottuk, hogy valamiféle nem teljesen legális tevékenység van a háttérben, tehát ebben az értelemben, hogy azt tudtuk, hogy a pártok egymás között, pártok találkoznak egymással, de ennél többet első körben nem tudtunk, aztán voltak rá konkrét bizonyítékaink, tehát konkrétan láttunk olyan íveket, amik bekerültek ehhez a párthoz más pártoktól, pontosabban azoknak a fénymásolatai, és
elég nyilvánvaló állt, hogy mi ezzel a szándék. Feljelentés itt is volt, eredmény pedig itt sem. Azt gondolhatnánk, ennyi szembeötlő visszaélés épp elég ahhoz, hogy történjen valami változás. Ráadásul Gulyás Gergely már 2015-ben egy konferencián elismerte, hogy rossz a rendszer. Azt tényként el kell fogadni, hogy ezzel a támogatással viszont olyan pártok is tudtak élni, akik ezzel azóta egyáltalán tudnak elszámolni, tehát ezeket a visszaélési lehetőségeket ki kell küszöbölni. Ha valaki országos listát tud állítani, abban az esetben se számolhasson azzal, hogy ezért 100 millió forintokat kaphat. És utána ezt nem kell visszafizetni, vagy semmi szankció nincs annak, hogyha nem tud elszámolni. Gulyás nyilatkozata óta eltelt 2 év. Változás viszont nem történt, és Lázár János szavaiból úgy tűnik nem is fog. Szerinte az elmúlt percekben a riportban bemutatott visszaélésekre még nem lehet törvénymódosítást alapozni. Nyilvánvaló, kell valamiféle objektív dokumentum annak a föltételezésnek a alátámasztására, hogy a rendszer adott esetben hiátusoktól szenved, vagy problémákkal küzd. Tehát csak megérzése nem lehet, hogyha az ÁSZ generálisan javaslatot tesz ennek a rendszernek a finanszírozási részét illetően, akkor azt a törvényhozásnak mérlegelnie kell, és a véleményem az törvényhozóként, hogy ezt be is kell tartani. Az állami számvevőszék az feljelentést tett több ügyben, tehát elég nyilvánvaló, hogy itt van probléma, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy itt nem arról van szó, hogy kisebb-nagyobb visszaélések történtek, ahol valamelyik szervnek el kellene járnia és a vadhajtásokat lenyesegetnie, hanem a komplett rendszer van úgy kitalálva, úgy van felépítve, hogy itt kamupártok burjánzását segítse elő Lázár János, ezzel egészen nyilvánvalóan tisztában van, és nem tegnap óta, hanem 2013 óta legkésőbb. Egy demokráciában jó, hogyha minél többen, minél egyszerűbben tudnak elindulni a választásokon. Az viszont már nem, hogyha a rendszer kifejezetten fölhív a csalásra. Ha én 27 barátommal meg tudom beszélni, hogy induljunk el, és ők fejenként 500 aláírást összegyűjtenek, akkor már is 177 millió forintra leszünk jogosultak. Ha az egész országban 106 helyen tudok egyéni jelöltet állítani, akkor pedig már több mint 700 millió forintra. Az pedig a választások után 3 évvel jól látszik, hogy nincs elszámoltatás, nincs büntetés. Kinek ne érné meg így kamupártokat gründolni? A Heti Naplóban Benyó Rita riportját látták.